A Borsod Online podcastja szerda este az oldalvonal. Edzőkkel, egyesületi elnökökkel, szakszövetségi tisztségviselőkkel, tanárokkal és játékosokkal beszélget Kolodzei Tamás foglalkozásaikról, sikereikről és gondjaikról, a bajnoki rendszerekről, a testkultúra napi kérdéseiről. A sportszerkesztő a sorozatban elsősorban olyan nőket is férfiakat szólít meg, akik kiemelkedő tudásukkal hívják fel magukra a közvélemény figyelmét, így példaként állíthatók a feltörekvő generáció elé. Üdvözlöm a kedves hallgatókat, Önök az Oldalvonal című műsorunkat hallják, a mikrofonnál Kolodzei Tamás sportszerkesztő. Vendégem Kemény Tamás, a KKFC mezőcsát Vármegyei második osztályú középcsoportos labdarúgó csapatának elnöke és csatára. Szeretettel üdvözöllek Tamás, és a régi ismerettség okán tegeződni fogunk. Először arra kérlek, hogy mesélj az ünnepekről, hogy telt a karácsonyod és a szilvesztered? Először is üdvözlök én is mindenkit, boldog új évet. Családiáson telt a, itt a karácsony, illetve az, az új év is. Meg lett ugye a kisfiam, úgyhogy próbáltuk most ezt a... A kisfiad már lassan két éves. Hát húsz hónapos, igen. Próbáltuk most úgy szervezni a családi programokat, hogy együtt tudjunk lenni ugye minél többet, azért húzós volt az év, akár munkatekintetében, a vállalkozásban, akár ugye az egyesület életében is volt teendő bőven, úgyhogy most próbáltuk úgy alakítani a dolgainkat, hogy hogy ezt hárman tudjuk megélni itt a karácsony ünnepeket, nyilván ebbe volt családlátogatás szüleimhez, feleségemnek a szüleihez, mamájához ugye ellátogattunk, de igazából családiasan otthon telt. Sportra jutott időd? Sportra jutott idő nyilván, tévén keresztül azért az ember nem tud elszakadni, úgyhogy ö, amik voltak, ö, ugye tévén keresztül azt, azt próbáltam követni. Nyilván itt főként a labdarúgás, de egyébként ö, mindenféle sport. Sportügyi teremben voltál például ünnepekben? Ünnepekben nem voltam konni teremben, úgyhogy ez most egy ilyen új évi fogadalmam, hogy, hogy újra kicsit jobban a az Öt ponttal vezetitek a táblázatot, ez számotokra több, mint bíztató, jól látom? Így van. Sikerült egy jó fél zárunk. Azt mondom, hogy nagyjából ez volt így a vezetőség. Ennek az elvárása, hogy, hogy azért próbáljunk minél jobban szerepelni. Nyilván látszódjon a folyamatos fejlődés. El azt gondolom, hogy sikerült. Jó csapatunk van, jó a csapatszellem, egymásra találtunk. Ez azért látszik a, a meccsek utáni összejövetelekben is, hogy ahogy indult ugye a legelején, két-három-négy ember maradt ott, most már azt mondom, hogy szinte a, a csapat kérés az, hogy, hogy mérkőzések után ugye üljünk be ide vagy oda, nyilván, hogyha idegenben vagyunk, akkor ott keresünk a közelbe valami papszerűt, vagy valami kis kajádát, vagy éttermet, és akkor oda beülünk, hogyha csáton vagyunk, akkor ott már van egy fix törseink, aztán meccsek után egy két-három órát most már így közösen eltöltünk, úgyhogy ez azt gondolom, hogy ez is hozzájárul ahhoz, hogy, hogy így sikerült zárnunk ezt a fél szezont. Sokan azt mondják, hogy a Vármegyei három csoport közül a közép a legerősebb. Te osztod ezt a nézetet? Én azt gondolom, hogy nyilván most már ez a harmadik, sőt a negyedik szezonunk, amit, amit ugye itt az Egyesület élén megkezdtünk. Én azt gondolom, hogy nem tudom, hogy ez a fejlődés, vagy, vagy hogy minek köszönhető az, de, de szerintem kisebb a kontraszt így osztályon belül is a csapatok között. Az első évben, amikor ugye ide kerültünk, ott azért volt két-három csapat, aki, aki, húzó volt, mondhatni igazából végvert a, 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 mezőnt. Most azt gondolom, hogy én örülök is neki, de, de, igazából kevés olyan csapat van, ahova úgy megyünk el, hogy, hogy biztos győzelem. Én azt gondolom, hogy most mindenki ellen meg kell szenvedni. Ez lehet, hogy annak is köszönhető, hogy amit letettünk ez idáig az asztalra, hogy lehet, hogy ez is benne van, hogy, hogy nyilván mindenki ellenünk szeretne nyerni, mindenki a legjobb formáját akarja mutatni, mert azért látjuk az eredményeken azért ezeket is, hogy van egy adott csapat, elmegyünk hétvégén, mi meg velük, lehet, hogy kinkeserves 1-0, vagy 2-0, vagy 3-1-es győzelmet tudunk aratni, aztán következő héten elmegy egy tabellán Mondjuk tőle, tőlünk ö, alacsonyabb ö, ilyen álló együttes, aztán ugyanannak a csapatnak rúg 5-6-ot, úgyhogy valószínű, hogy, hogy ezt kiellemeltük, hogy ellenünk azért mindenki oda teszi magát, aztán próbálnak meglepni minket. 14 meccsetek volt, ebből 11-et megnyertetek, ez rendben van. De hogy jött össze a három vereség? És hol? Hú, hát a három vereség, arról ugye nem számítottunk, mert én nekem a tervem az volt főleg a tavalyi második feléhez hasonlóan, hogy, hogy ott veretlenül végig vittünk 15 vagy 16 mérkőzést, úgyhogy én szerettem volna, hogy ezt tudjuk folytatni, úgyhogy mondtam is a fiúknak szezon elején, hogy, hogy az X az belefér, de, de vereséget azt nem nagyon szeretném, hogyha lenne a szezonba. Igazából én azt gondolom, hogy ami nagyon fájó volt, az a máj elleni ö, zakó, de, de azt gondolom, hogy jókor jött, még szezon elején jött, meg kellett is a csapatnak, én azt gondolom pont a 10x meccses győzelmi szérő után, hogy egy kicsit úgy vissza, visszakerüljünk a földre, úgyhogy ö, azt mondom, hogy kellett az a pofon, utána azért látszódott az egyértelműen, hogy azért egy-két meccsen megfogta a csapatot, nem úgy jöttek az eredmények, nem mentek be úgy a helyzetek, hát bele nyilván abban, hogy, hogy folyamatosan ö, győztünk, vagy nyertünk, úgyhogy igazából azt mondom, hogy kellett az a pofon, hát majd a visszavágom majd oda tesszük magunkat. Miben voltatok erősek? Én azt gondolom, hogy a csapat erőssége az, az nem az egyénekbe van, hanem, hanem maga a csapatba. Azért itt most már tényleg három éve azt mondom, hogy gyúrjuk, formázzuk az Egyesületet a saját képünkre. Ez nyilván azért mezőcsát városában azért régóta a futball élettel azért jelen van. Voltak régi veterán motorosok, akik letették a névjegyüket itt a megyébe, vagy akár nyilván vannak a játékosok, akik, akik, azért megyén kívülre is elér a nevük, vagy a hírnevük, úgyhogy az első ilyen nagy vízválasztó az volt, hogy, hogy nyilván húztunk egy vonalat, hogy, hogy mi a fiatalokra szeretnénk építkezni, ennek volt is az egy negatív visszhangja, meg én azt gondolom, hogy van a mai napig is a városban, ez nem mindenkinek nyerte el a tetszését de én azt gondolom nyilván a, az, aki szerény focista múlt, ami, ami mögöttem van, hogy, hogy én pont azzal szembesültem még akkor, hogy, hogy a fiatalokat nem nagyon építik, nem nagyon helyezik őket előtérbe, Pont akkor jött be ez a fiatal szabály, ugye itt az MB1, MB2-ben, amikor én már idézőjelbe kiöregettem, 22 évesen, én már öregnek számítottam, úgyhogy nyilván ez így számoló nem volt egy egyszerű dolog, meg nyilván fiatalon ráteszi az ember az életét arról, hogy profi sportoló legyen, aztán utána szembesül azzal, hogy 22 évesen azt mondják rá, hogy kiöregedett. Így nyilván nekem vezetői szemszögből igazából, ahogy átvettem az Egyesületet, nekem ez volt a célom, hogy, hogy én visszaforgassam azt, hogy, hogy nálunk igenis nem az idős, meg nem az öreg fog előny, előnyben részesülni, hanem a fiatal, mert ővéki a jövő, belőlük még lehet valami, aki meg aki meg már korba van, vagy, vagy idősebb, az, ha azt nyilván nagy tiszteletben tartottuk, azért volt, volt, volt voltak olyanok, akiket uh, ugye elbúcsúztattunk, én azt gondolom, hogy megyek kettőbe olyan jellegű búcsúztató, mint akár amit a Sipos Józsi kapott, vagy a, vagy a Robika. Robika. Én azt gondolom, hogy legalábbis én mióta itt benne vagyok a megyei futballban, én élt még nem tapasztaltam sehol, úgyhogy nyilván próbáltunk nekik is egy olyan dolgot adni, ami, amivel Megköszönjük nekik azt, hogy itt voltak. Igazából számítanánk rájuk továbbra is. Mind a kettőkkel volt azért beszélgetés, hogy bármilyen pozícióban az Egyesületnél szeretettel fogadnánk őket, hogyha úgy alakul, vagy hogyha lesz rá erre nekik ö, esetleg igényük a jövőben. Úgyhogy, ö, de fiatalok ki a jövő. Úgyhogy visszatérve a kérdésed, én azt gondolom, hogy a csapat erőssége az az, hogy, hogy összekovácsolódtunk itt az elmúlt években. Nagyon kevés a jövés-menés, azért azt gondolom, hogy ez is ritka. Nálunk a csapat 85-90 az majd, hogy nem ugyanaz a csapat, akivel én annó elkezdtem három éve. Ebben nyilván van két-három frissítés mindig, vagy valakinek esetleg családi okok miatt, vagy tanulmányi dolgai miatt ugye nem tud jönni, de, de olyat mondani se tudok, aki azért ment volna el, mert nem érezte volna magát jól. Úgyhogy én azt gondolom, hogy csapat erőssége az ebben van. Fiatalok, céltudatosak, mindenki ott van edzésen, mindenki öröt magát. Nincs kivételezés, nincs az, hogy helyi vagy nem helyi, nincs az, hogy itt játszott vagy ott játszott nálunk, az számít, amit a héten elvégzett munkát. Nyilván a mester az alapján teszi össze a csapatot, ez mester, nyilván... Mester ugye Így volt. van, ez nyilván vonatkozik rám, és így, ahogy mondtad is, hogy játékos is vagyok, illetve vezető is, amikor az öltöző beülünk, akkor, akkor én is játékos vagyok, akkor ott a mester a főnök, úgyhogy ő dönti el, hogy ha játszok, akkor mennyit játszok, ha nem játszok, akkor ezért vagy azért nem játszottam, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a, ez a, mix az, ami erre predestinálja a csapatot, hogy így állunk, ahogy állunk. És akkor most már cél a feljutás, ugye? Tehát ezt ki is fogjátok mondani a télen? Hát cél a bajnokság megnyerése, az biztos, ezt szeretnénk. Ugye tavaly az Embőd mellett másodikok lettünk, feljutás az meg lehetett volna ott is, mert a legjobb másodikként felkérhettek volna minket. Nem adtuk be a, a, a licencet, ugye a megye egyes szereplése, nyilván ez majd most a jövő zenéje lesz, hogy hogy az éven, ha megnyerjük a bajnokságot, akkor, akkor lépünk -e egy osztályt, vagy sem. Ez nyilván vezetői döntés is, nyilván itt konzultálnunk kell ugye az önkormányzattal is, nyilván a játékosokkal is, mert nekem az nem célom, hogy, hogy lépünk egy osztályt előre, és akkor 5-6-7-8 játékos küldjünk el azért, mert esetleg azt a szintet nem üti meg, inkább úgy vagyunk vele, hogy, hogy építkezzünk lassan, és amikor ez a keret alkalmas arra, hogy osztályt lépjünk, és ott is megálljuk a helyünket, akkor, akkor mindenféleképpen fogunk váltani. Úgyhogy majd most a téli alapozásnál meglátjuk, hogy hogy a fiúk is hogy állnak bele a munkába, hogy tudjuk elkezdeni a szezont aztán, hogyha minden jól alakul, akkor akkor a megye egyet. Te ősszel 17 gólt szereztél, házigor király vagy ezzel, na most elnökként adtál-e magadnak jutalmat? <laughs> hát, jutalmat nem adtam magamnak, egy fogadásom van a Nyílcsár Gáborral. A szezonra megegyeztünk egy gólszámba. Az... Na és az mennyi volt? Hát az egy 40-es volt. Az egész szezon. Hát ez, ez egész szezonra, hát Arányosan jó. Majdnem jó vagyok. Nyilván azért itt vannak nehezítő tényezők, úgyhogy most pont a Gabival alkudoztam is itt a szezon vége felé, hogy sajnos ellenünk azért nem egy, meg nem két csapat játsz el azt, hogy, hogy, nem utazik el, úgyhogy ez nyilván nekem góltermelésben azért elveszi a lehetőséget, mert nem mindegy, az ember 18 vagy 15 meccsen, vagy 20 meccsen tud játszani a szezonban, úgyhogy most a Gabival alkudozunk, hogy hogy, hogy, állíts, hogy, állítsuk, be ezt a gólszámot. Egyébként nem akarok a zsebedben turkálni, mint elnök, de fizettek-e a játékosaitoknak? Természetesen, ugye, mint szerintem nagyon sok helyen, nyilván nálunk is van van bérezés. Én azt gondolom, hogy megyei szinten lehet egy picit több is, mint ami, ami kellene, de úgy vagyunk vele, hogy meg szeretnénk becsülni a játékosainkat, kapják meg azt, amit szeretnének, nyilván reális keretek között motiválva vannak, nyilván a motivációhoz van kötve a, a fizetésük is, Úgyhogy azt gondolom, hogy sajnos a mai világban még megyei szinten sem lehet pénz nélkül futballcsapatot üzemeltetni, úgyhogy nyilván nálunk is Megvan ez a lehetőség. Igen. Kerettagjai közül kiket emelsz ki az őszi teljesítményük alapján? Hát igazából, ahogy mondtam is neked, szerintem nálunk a csapat erőssége az, az, a, az a csapat, nem az egyének, de azért nyilván van. Vannak olyan húzó-meghatározó játékosok, akik vagy a játékukkal, vagy a karakterükkel, vagy a személyiségükkel azért nyilván a csapat élén vannak, vagy, vagy húzó emberei a csapatnak, nyilván átul mondhatom a kapuba a Kupcsik Gabit, ő azért egy olyan színfoltja az öltözőnek, hogy, hogy ő mindenkivel jóban van, bolondozik, csinálja a bulit, de hogyha kell, akkor, akkor oda is tud szólni. Megvan a tisztelet felé is, ugye nyilván elfogadja a csapat azt, amit ő hátulról esetleg mond, akkor nyilván a csapatkapitányunk a tót Marci, ő azért maga a rutinjával is, meg, meg, a hozzáállásával, ő azt gondolom, hogy azért ő is egy kiemelkedő játékos a csapatba, de ide sorolhatnám akár a nyíltság testvéreket, vagy fivéreket, ugye itt vannak mind a hárman, azért ők is egy olyan húzóerő, hogy hogy azzal a mentalitással, amivel ugye idejöttek, vagy amivel ők a labdarúgó életben mozogtak, én azért azt gondolom, hogy az is uh, húz előre a csapatot. Nyilván az új nagy Bencét őt szerintem nem kell bemutatni itt a megyei futballba, mezőkövesdő nevelés. Én azt gondolom, hogy ezt elmondtam neki is, hogy azért neki a helye az nem itt lenne. Volt is érdeklődés utána, ugye most nyáron is, tavaly 30 gól fölött rúgott. nba volt erős érdeklődés, konkrét uh, ajánlata is volt, de volt érdeklődés utána NBA 2 ből is én külön beszéltem vele, fölhívtam, hogy örülnék, hogyha adna magának egy, egyesét arra, hogy, hogy magasabb osztályba ki tudja magát próbálni, úgyhogy őt azért mindenféleképpen kiemelném, hogy, hogy egy olyan húzó ereje a csapatnak, amivel, amivel nagyon is sokat tud nekünk segíteni. De nyilván itt, itt vannak a helyi fiatalok, a Bubenko Andris, a Lovász Evente, a Sipozzalán, Ők nyilván a helyi közösségnek egy olyan erős motorjai, illetve az Egyesület utánpótlás korosztályának egy olyan, egy olyan példa, hogy, hogy, itt vannak helyiek, megbecsüljük őket, stabilan játszanak, számítunk rájuk, nyilván a fejlődésük az, az azt gondolom, hogy szemmel látható az elmúlt, elmúlt évekhez képest, úgyhogy ők viszont egy jó, jó, kirakata annak, hogy hogyha valaki az utánpótlás boldog teszi magát, akkor igenis nálunk a felnőtt csapatnál számítunk rájuk. Mikor kezditek az alapozást? Pont a mesterrel egyeztettem, erről pár nappal ezelőtt, január 16-án kezdünk. Heti két vagy három edzésünk lesz, lesz benne teremtorna és felkészülési mérkőzések, úgyhogy, úgyhogy 16-án kezdünk. Csináltatok-e már kasszát? Mert mások azt mondják, hogy a megyei elithez 10 és 20 millió között elengedhetetlenül szükséges a pénzösszeg. Nyilván azért Kései Dávid kollégámmal, barátommal, üzlettársammal, ugye veleketten visszük a itt az Egyesületet, nyilván számolgattunk, matekoztunk, én azt gondolom, hogy ez az összeg, amit, amit mondtál, ez, ez reális képet fest arról, hogy, hogy azért, hogyha valaki eredményt akar elérni, megy egybe, illetve azért egy összeszedett ö, Egyesületi képet szeretne magáról alkotni, akkor azt gondolom, hogy ez az összeg, ezen engedhetetlen hozzá, hogy, hogy meglegyen, anélkül szerintem nem nagyon, legalábbis mi biztos nem indulnánk el, mert arra azt gondolom, hogy, hogy nincs szükségünk, hogy esetleg pofozógépek legyünk, vagy ne érjünk oda, vagy ide ne érjünk, vagy oda ne érjünk, úgyhogy én azt gondolom, hogy, hogy ez kell ahhoz, hogy egy hogy azt az egyesületi képet tudjuk továbbvenni, amit itt megyek kettőbe is tartunk. Ezt a pénzt az önkormányzat és a támogatók adják majd össze? Nyilván hogy mond... ahogy mondtam az elején is, igazából nálunk az Egyesület gazdasági vagy pénzügyi része az, az két tényezős, az egyik az önkormányzat, a másik pedig a mi saját cégünk vagy cégeink. Úgyhogy ebből a kettő dologból áll össze ugye a maga a gazdasági vagy a pénzügyi része az Egyesületnek. Úgyhogy itt ma nyilván le kell ülnünk az önkormányzattal, hogy, hogy ez az említett összeghez ők mennyivel tudnak hozzájárulni így nyilván a maradék rész majd e, azt nekünk kell átgondolni, hogy, hogy, hogy tudjuk mellé rakni, vagy hogy hogy szeretnénk mellé rakni, úgyhogy ez most a jövő zenéje lesz itt, szerintem ez két-három hónapon belül el fog dőlni, mert nyilván mi már így tervezünk minden évben, minden szezonban, függetlenül attól, hogy megy egy vagy megy kettő, hogy ilyenkor januárban már összerakjuk a jövő, vagyis ugye a júniusi, az új szezonra való gazdasági képet, ez van egy A-verzió nyilván jelen esetben a megye egy, és van egy B-verzió, ami, ami, ugye, hogyha maradunk megye kettőbe, mi már szeretjük ilyenkor tisztán látni a júniust is, mert nyilván igazolni, hogyha fölmegyünk, akkor már most is lehet, mert akkor van egy fél éve a csapatnak, hogy, hogy azokkal a játékosokkal együtt játsszuk le ezt a második félszezont, akikre már ugye számítunk a megye egybe, illetve ott megint, ha úgy alakul, akkor tudunk plusz igazolást csinálni júniusban, és így nem az van, hogy kapkodás van júniusban, hogy akkor most igazoljunk hat-hét játékost, beesik az öltözőbe, nem tudjuk, hogy honnan jön, nem tudjuk, hogy milyen állapotban van, úgyhogy nyilván ezek miatt, így a futball tapasztalataim alapján, így mindig azért egy jó évvel, fél évvel előre tervezünk, mind játékos keretügyileg, mind gazdaságilag. Sporttelepetek, gyepszőnyege a pályának. És a tárgyi feltételek megfelelőek a megyei elithez? Én azt gondolom, hogy a körülmények azok adottak lehetnek a megyei elithez. Nyilván, hogy látták a hozzánk kilátogatók, Azért ez is nagy erőrelépés, hogy lehet ez a, a láttunk a tribün részünk az ott egy 130-140 ülőhelyet e, tudunk biztosítani a kilátogatóknak. Most a parkolót e, sikerült letérköveznünk az éven, úgyhogy ez is azt gondolom, hogy hozzátesz a sporttelepnek a képéhez. Most, e, jelen pillanatban az önkormányzat által ö, történik egy beruházás az épületen belül is, fűtés, korszerűsítés, ö, egyéb ilyen kisebb-nagyobb beruházások zajlanak, ott reméletileg szezonkezdésre elkészülnek vele mindennel, úgyhogy ö, nyilván én azt gondolom, hogy, hogy ezek a részek adottak ahhoz, hogy ö, hogy ha úgy alakul, megyeibe induljunk illetve nyilván a most az év második felében, vagy az év első felében, nyilván a szezon nézzük, terve van az is, hogy a, a center pályát korszerűsítsük. Szeretnénk öntözőben rendezni, szeretnénk egy kicsit felfrissíteni, hogy a jövőre nézve azért az is egy olyan képet mutasson, ami, ami előre viszi az egyesületet. Kérlek, mondj magadról pár mondatot, mit csinálsz a civil életben? Hát civil életben. Leg, legfontosabb feladatom az szerintem az, hogy családapa vagyok, úgyhogy hogy uh, nyilván mint minden ember életében szerintem a család az első, úgyhogy én is mindent próbálok a család mögé betenni. Szeretnék otthon ejtelni, szeretnék jó apuka lenni, jó férj lenni, megadni mindent a családnak. Itt nyilván nem feltétlen anyagilag gondolom, hanem, hanem az, hogy pici még a, a fiú, úgyhogy minél több időt vele együtt tölteni, nyilván terelgetni, nevelgetni, ugyanígy a párommal is illetve ezen kívül nyilván a mindennapjaimat azt kiteszi a, az egyesület, a vállalkozások, úgyhogy hát mondhatom nem unatkozok, de, de nem is szeretek unatkozni, úgyhogy, úgyhogy, mindig kitűzök magam elé rövidebb, hosszabb távú célokat, aztán úgy alakítom a mindennapjaimat, hogy ezeket el is előbb vagy a munkád, a napjaid mellett jut-e időre arra, hogy edzéseken részt vegyél? Igen, erre azért figyelünk Dávid barátommal, úgyhogy azt azért mondhatom, hogy szinte az edzés látogatottságban ott vagyunk az élmezőnybe, úgyhogy, úgyhogy, minden edzésen nyilván, hogyha időnk engedi, vagy hogyha nem jön, olyan, nem jön közben olyan váratlan dolog, ami akár a céggel, akár a magánéletbe esetleg közben jön, akkor minden edzésen ott vagyunk, úgyhogy nyilván, ahogy mondtam is neked, ez kell ahhoz, hogy egyáltalán a pályán, pályán lehessek én is, vagy akár ő is, mert nyilván a mester az nem kegyelmez nekünk se, szóval nincs kivételezés attól függetlenül, hogy elnök vagy vezető, vagy bármilyen magasabb tisztséget töltök be itt az Egyesület élén. Úgyhogy igazából nyilván magam miatt is szükségem van a edzése, meg azért is, hogy hétvégén tudjak játszani. Köszönöm szépen, Tamás, hogy itt voltál műsoridőnk végéhez értünk. Kemény Tamás a KKFC Mezőcsát, Vármegyei második osztályú, középcsoportos labdarúgó csapatának elnöke és csatára volt a vendégünk. Szeretettel köszöntelek, máskor is szívesen látunk, viszont hallásra Kolodzei Tamás sportszerkesztőt hallották. Köszönöm szépen a meghívást.